Sziasztok, ez itt a MyFanatic, és egy újabb kis terrafirmás résszel jövünk most nektek. Itt van velem kutya. És a kicsi lány, tudod bányászni valamit egyébként? Keveset, de hozott, igen. Hoztam én is egy small kasszerájtot, vagy mit. Az jó, mehet oda be. Kiraktam itt a dobozba. Jó. Oké. Na, és mire való ez a kasszerájt, vagy mit fogunk ebből csinálni? Azt fogjuk ötvözni a rézzel, és úgy lesz bronz. Értem. Mondjuk ez még egy kis idő, de... Jó. Összes. Majd ülőt kell csinálni. Én közben elkezdem építeni a háznak a tetőszerkezetét. Csomassad. Mondd, hogy ez nem esik le. Nagyon jó. Melyik szalma, vagy mi? Bizony. Az nem esik le. Arra gondoltam, hogy szalma tető lesz, nem? Ó, de jó. Elfogyott a... de jó. Hát mert ugye még nem nő meg a búza, addig ugye nem tudunk állatokat terelgetni. Igen. Ez a szalma is csak a fűből jön. Aha. Ez a teljesen kopasztani kell a környéket kategória? Hát igen. Jaj, nem áll, itt hörög a zombi. Ezeknek senki nem mondta el, hogy ez nem menő, hogy engem piszkálnak. Ja Istenem, ez nagyon jó. Ez a szalmatetőt szedjük össze játék. És utána még vághatok fát is. Ez a házépítés ebben a játékban tényleg meló. Igen. Nem baj. De lesz házunk. Hát, mire ebből egyébként egy ház lesz, úgy komplett. Tehát tényleg szegény nézőink azt fogják mondani, hogy... Hogy? Hát, most a hanyadik része megy ez, nem? Tehát tizenvalahány része építem a házat. Hát nem tudom, hogy tizen van-e, de már elég régóta. És azért nem a világ legbonyolultabb házikóját építjük. Ha jó. De legalább háznak néz ki. Az is igaz. Jó, elfogyott a szalma és meguntam a kasszálást, úgyhogy most egyelőre ideig építettem. De itt lett volna szalma, hogy ezt elvitted? Ó, én már minden szalmát elhasználom. Egy darabban. Beraktam ide hatot, de...
Itt van egy csomó. Ó. Na jó, akkor építek házat. Meggyőztél. Jaj, de jó, szalmaházakban lakunk. És itt nem is lehet megenni a rotterfest. Miért lehetne megenni? Na, hát a legalsó szalma réteg akkor nagyjából készen van. Na, szalmatetős. Házikó. Most valami megoldást kéne találnom, hogy jutok én oda föl. Például fölötte mi a faág, vagy falomb, vagy mi? Ja, az valami falomb, ha egyet beleütnénk, akkor eltűnne, de az ott bebagolt. Aha. Mert fa nincs, azt már kivágtam. Oké. Csinálunk még ilyen blokkot, mert az poén. Ha van, illetve kell nyers fa. Nem ilyen fa. Ilyen fa, igen. Ilyen fa. Hát mondjuk lehet, hogy ennyi nem kell. Na mindegy, fűrész. Ó, inkább helyszínen fűrészelek. Jó. Igen. Mert hogy az elég sok helyet fog így megenni, és szalma blokkkal föl tudom magam építeni a magasba, ha jól sejtem. Nagyon jó. Nagyon jó, és akkor most jön az, hogy fűrész. Így kezdésnek így lesz, igen. És oda eljövünk. Hol? Ez lesz itt a közepen nagyjából. No! Leesik a keresztirányú gerenda, csak az álló gerendán marad meg? Na, ez jó kérdés. Nem tudom. Igen, úgy tűnik. Ebben az esetben... megpróbáljuk azt, hogy állógerendát is rakunk be. Viszont nincs helyem. Merre vagy, kutya? Itt vagyok, fönn. Fönn, ott vagy fönn. Adok neked mortár, flux. És akkor most már van helyem. Állógerenda megmarad? Nem marad meg. Eltűnik. Konkrétan. Az milyen már? Nem tudom lerakni a gerendát. Azért nem tudom lerakni, mert izére lehet csak rárakni? Valami kemény dologra? Na, elképzelhető.
Na jó, nézzük akkor tovább az építési lehetőségeket. Kaics. És a kaicsra rakunk állógerendát. Nem. Az sem működik. Kutya. Nem tudok gerendázni a házban. Ez most hogy lesz? És oda se tudod lerakni? Hova? Ott a földre, a gerendát. Függőlegest. De. De hát az meg már hogy néz ki, hogy a ház közepén izé gerenda van? Nem, az nem lesz jó, ha a ház közepén gerenda van, úgyhogy nem tudok gerendázni, szomorú vagyok. Meg akartam csinálni a tetőszerkezetet, úgyhogy gerendák is vannak benne. Ami tök illogikátlan, úgyhogy nem működik. Nem baj. Bánatomba bekajálok. Mennyi ilyen, nincsen sok nálam, viszont rengeteg gerenda. Egészségedre. Köszönöm. Rengeteg ilyen gerendát csináltam, amit most berakhatok a bányászós dobozba, hogyha valaki bányászni megy. Nagyon jó. Na. Akkor kipakoláztam a fátot. Most miért vetted ki? A paradicsomot? Ja. Ne vegyem ki. Nem tudom, hogy hogy működik, vagy mit csinálsz vele. Most már 1,6 jegy, akkor nem mutatja, hogy ez. Azt akartam megnézni, hogy romlik-e. Hogyha benn van a vödörbe. Vagy mi az? Lád, vagy na, hordó. Jó, mi a következő lépés? Csinálunk üllőt. Igen? Ja. Hogyha van annyi... De... Ez a kőüllő, ez nem az? Igen, de ezen még nem lehet kovácsolni. Rezet. Bronzot. Igen? Mert úgy emlékszem, akkor mit le... Akkor mit lehet ezen kovácsolni? A rezet. És az nem jó. Nem, mert ahhoz nem kell kovácsolni, mert ugye... Várjál most... Bronzot? Aha. Hát össze is csinálni kell... Réz... Anvilt. Amihez ugye kell, ez a Stone Anvil. Értem. Figyelek, hogy hogyan. Dupla... Copperignotokat kell csinálni. Amit úgy kell, hogy a Wilda blokkba teszed be a két üzét.
fölmelegített koppringot, és van benne. Az mi volt? Én véletlenül hozzáértem a mikrofonhoz. És van bent közben flux. Ja. Csak meg kell nézni, hogy a koppen... A fölmelegít... Ja, hogy a fölmelegített ingotot kell ütögetni. Igen. Csak a víz azt mondja, hogy... Copper... Wildéből az a Bright Red 3 csillagtól az oranzs 3 csillagig terjed. Ja, hogy ez így. Igen. Tehát akkor begyújtjuk a témát. Gyújtjuk be. Most nem szén. Itt van hozzám. Ott a dobozba. Jaj. Jó. Biztonság kedvéért teszünk bele ilyen kerámia izét. Ne veszítsük el a rezet, hogyha nem figyelnék oda. Miért ne figyelnél oda? Sose lehet tudni. Teszünk fluxot a... Új, begyújtjuk a témát. De nem rakja át automatikusan, szóval tök mindegy, nem? Mit? Na, közben szedtem szenet. Oké. Okay. És copper ingotot raktál bele, ha jól látom. Szerintem így rakd egyébként, nézd. Úgyis jó, csak... Csak úgy egyenletesen melegedik a kettő. Igen, de úgy csináltam, hogy igen, cserélgettem tudod, de így is jó. Igazad van, így jobb. Nem kell vele foglalkozni. Na, azt mondja, hogy... Hogy is volt? Azt mondja, Bright Red. Jó. Akkor mondjuk elmegyünk oranzs egy csillagig. Elmegyünk oranzs egy csillagig. Közben belenézek ebbe, hogy, hogy itt jobb alulra raktad a fluxot, oké. Okay. Uh-huh. Pislogok, hogy hogy működik ez a crafting. Hát elmegyünk oranzs egy vagy két csillagig. Tovább nem. A harmadik csillag a maximum, és a negyedik csillagnál meg elfolyik. Amit nem szeretnénk. Nem, azt nem szeretnénk, mert akkor ugyanazt csináltuk, hogy felolvattattuk, és visszaöntöttük. Igen, mert raktam oda oldalra ízet. Tehát el nem veszítjük, csak... Feleslegesen meloztunk. Hát a szenet buktuk. Igen. De azért így jobb ötlet, hogy egyenletesen melegszik. Már amikor így kettő kell, ugye? Jaj. Dark Red. Mennyi fokozat van ebbe komolyan? Sok. Amikor azért először próbáltad a játékot, akkor nem ment ez neked se ilyen rutinosan, úgy gondolom. Nyögvenyelő szenvedős? Meg gondolom bágosabb is volt. Igen, a dolog. Igen, százszorta. Jó, hát azért ehhez hozzá kell tenni, hogy mi is most ugye egy ilyen update után, tehát egy ilyen nagyon nagy bugfix update után vettük elő a történetet. Úgyhogy elvileg elmondhatjuk, hogy... Nem nagyon szivattuk meg magunkat vele korábban. Legalábbis én nem. De nekem mondjuk minden tök új és nagyon tetszik, megmondom őszintén a mod. Tehát kevés olyan modot tudok mondani, ami így önmagába megállja a helyét és
van értelme. Tudod, hogy ezt a modot Orange-nál vagyunk. Látok. Ezt a modot lehet egy Towncraft 3-mal ötvözni. Nem, mert a Towncraft 4 az már nagyon nagy szívás. Jaj. Nézem közben, hogy mit csinálsz. Egyik, másik, összekalapál, és mi lett belőle? Egy ilyen dupla dabilányba átdobom neked ott. És ebből kell 7 darab. Aha! Ebből 7-es darab. Azt mondtad 7 darab, Igen. ugye? Hát itt fogunk Hát, igen, megőszülni. körülbelül. Nem is tudom, valami beszédtémát föl kéne dobni ehhez, mert ez így nagyon kemény lesz. De gyakunk oda felülre is. Ja igen, addig is Igen. melegedjenek. Hát, ez Igen. vicces. És az a gáz ugye, hogy most mit tudom, annyira nem tudsz elmenni csinálni úgy semmit, mert ha egy kicsit elfeledkezel róla, akkor annyi. Jó, hát mondjuk nem vészel, csak a szén, ugye, hogyha odarakod azokat a kis öntőformákat. Jó, hát persze, de hát nem, hát itt kell állni, és akkor itt el kell Igen. lenni. Hozzáteszem egyébként, hogy nagyjából ennek a videónak a felvétele pillanatában jelent meg az első rész, és rendkívül pozitív fogadtatásban részesült, annak ellenére, hogy tök hanghibás volt az egész, nem? Hát igen, örülünk neki. Nem tudom, hogy te olvastad-e így a kommenteket. Egyet-kettőt elolvastam, igen. Tetszett a nézőknek. Igen, de hát ennek Így örülünk. van. Ennek mi? Mindig örülünk, hogyha nektek tetszik az, amit csinálunk. Igaz, Tényleg? igaz, hogy volt benne egy robot csirke, meg egy robot medve, de mindegy, jó volt így is. Nem, alapvetően ez egy jó ötlet volt ezt a modpakot így Jaja. elővenni. Meg ezért, tehát azért úgy tudom értékelni, hogy a Forge Modloader már elég kiforrott stádiumában van, így aztán nem túl nehéz telepítgetni. Mert azért én emlékszek arra, hogy régen ez a modolás is egy ilyen kínszenvedős történet volt. Tehát ez a, mire megcsináltál egy Minecraft gyárt, meg kitömörít, Igen. betömörít, ezért, jaj, az nem vinnek való dolog volt már. Hát szépen lassan melegednek az utcok. Persze, de hát itt elátsorgunk Igen. fölötte. Amikor orange, akkor kikapod gyorsan, és akkor Hát. összekraftolod, én meg addig lerakom a többit. Okay. Jó? Hát orancs egynél vagy kettőnél veszem majd ki. Jó, hát majd úgy is szólsz, hát beszélünk közben, Jaj. nem? Mert hogy ugye most már rednél járunk, Az és orange. orancs. Megvárjuk az orancs egyet, és akkor kiveszem. Jó. Igen, én így lejjebb raktam. Kösz. Rakhatod be akkor a következő ingotokat. Vicces csávok vagyunk. Hát ez tényleg olyan, hogy még két emberrel is itt átsorgunk fölötte, és érted? Ó. Ó, aki ezt kitalálta, te! Ez kicsit ugye izére hasonlít, nem arra, amit múltkor megnézti az a X, mi volt az X-ion, vagy micsoda? Az Igen. MMO? Igen, az is ilyen szívós volt. Bár azért ennyire nem. Vagy igen, nem tudom. Nem, mert ott nem ment ilyen nagyon, tehát ott azért ennyire nem volt ilyen időrabló szerintem a crafting. Bár mondjuk magasabb tírekben nem tudom. Igen. Nálad van egy, ugye? Nálam van egy, Az igen. három, az négy, az öt,
Az 6, az 7. Jó, elég lesz, jó. Na. Miért nálad van 3? Van 2. 2, 3, 4, 5, 6, elég. 7. Ja, hogy elég lesz az ért. Elég. Ja, hát itt felhalmoztad, tök jól néz ki egyébként ez a felhalmozott aha. kupac itt. Ügyesen megoldotta. Ez jó, én megmondom összetően, hogy ilyet először egyébként a... Mibe láttam? A Stronghold nevezetű játékban. Ahol az volt, hogy az alapanyagokat azt egy ilyen lerakó területre hordták be az emberek a bázis mellett, és ott volt az, hogy ilyen felhalmozták a cuccokat, és lehetett látni így vizuálisan, hogy miből mennyi van, ami egyébként szerintem egy tök jó dolog, tehát én nekem ezek így tetszenek ezek a... De ez úgy minden játékban, tehát Minecraftban meg pláne, tehát ez milyen tök jó lesz, amikor majd lesz egy raktárépületünk, és akkor mindenféle ércekkel lesz igen. tele. Mert hát ugye itt most erről beszélt, tényleg közben kajálok. Azt én is. Ez így jó is lesz. Rakunk bele cuccot. Odafigyelünk, hogy minden adott legyen. Egyébként hozzáteszem, hogy például a Strongholdnak, meg a Stronghold Crusadert, azt én még nagyon szerettem, mint játék. Nem tudom, hogy te mennyit játszottál az vele, elsővel vagy játszottam, a sima Stronghold-ot. A sima alap Strongholddal, igen. Az, én nem tudom, én nekem az úgy bejött, és azt úgy felfedezgettem, meg az úgy... Nem nagyon olvastam utána a neten, arra emlékszem, hogy azért volt ilyen... Ilyen nagyon felfedezős kategória. Orange. Orange egynél kiveszem. Úgyhogy... Azt szerettem. Jöhet két térc vele. Na jó, nyomjuk ezt, figyelj, koprodukciós melóba. Etetem tűzzel, néha lefordult, kalapász kettőt. Iszonyat időrabló, te. Hát igen. Aki ezt kitalálta, így. Na jó, hát persze az is igaz, hogy mivel töltsd el egy kraftolós játékban az idődet, ha nem craftinggal. Na, gyerünk, gyerünk. Orange. Ó, Orange 1. Jó, van legalább haladunk. Jaja. Hány darab van nálad most? Ma 4. Akkor még ezt az egyet odaadom, az 5. Hopp. Meg itt sül a 6-7, akkor mindjárt meg is jaja. Leszünk. És még így is maradt copperingatunk. Meg még nyers copper is van itt, ja. 3. 3, 4 hát stack, 4 és fél, ma hát nem fél, de... Egy stackből hány ilyen ingot lesz? Ugyanannyi, mint izé. Mint a szerszám. Ugyanannyi? Tehát 4. ugyanúgy 100 egység kell egy aha. ingothoz? Jó. Jó, mert akkor szerintem én rá fogok állni arra, hogy visszatöltsem itt a copper készleteinket, mert nagyon tetszik a copper kupacunk. Csak... Vagy a fészerbe, nem tudom. Ja, nem mondjuk itt praktikusabb itt tárolni, nem? Na igen, közel van, úgyhogy nem kell hangászni. Oké. Okay. Azért hoztam ide az ülőt is. Jó, hát itt, de ha jól sejtem, ez az ülő, ez le lesz onnan pukkantva, igen. mert hogy a jobbat rakjuk le. Jó. Dark red, right led, orange. Ugye? Nagyon jó.
Jó, hát azért ez tényleg zseniálisan ki van találva, tehát ez a hogyan kraftol, és tényleg, tehát valami irdatlan, hát mi ott állunk itt 10 perce? Hát körülbelül. És akkor még a kovácsolást nem is láttad. Hát, mert hogy még nem jutottunk el odáig. Iszonyat. Jó, de hát meg fogjuk látni. Jaj. Ugyanazt ígértem, hogy ez ebből a történetből minisorozat lesz, tehát innen már látom, hogy azért itt még van mit megmutatni, nem? Bőven. Orange egy. Nagyon jó. És hogyan rakjuk össze, vagy hogyan rakod össze a, hogy hívják ott az a ülőt? Simán kraftba. Fölülre három, alulra három és középre egy. Oké. Hát hál' Istennek. Tehát ez a H betű fektetve. Igen, hát a hál' Istennek nem kell kovácsolni, hogy ez. Na, én néztem, hogy a kovácsolásnál is kis ütés, nagy ütés, közepes igen. Ütés. Ó, mondom. Igenis. Nem jó. Rosszul ütöd, nem. Akkor rossz lesz a minősége a cuccnak. Hát ha belenézel a üllőbe, akkor van egy ilyen kis csúszka a kalapástól a fluxig. Van rajta két jel, a piros meg a zöld. És úgy kell, elmegy valameddig a... Most meg nem mondom már, vagy az alsó, vagy a felső. Az a kis csúszka elmegy valameddig a... Jó, hát gondolom azt látom majd, ha csúszkán, csinálod. Igen, és akkor úgy kell ütni, hogy mikor végzel az utolsó ütéssel, tehát nem mindegy az, hogy hányat ütsz rá, mikor végzel az utolsó ütéssel, akkor az a... akkor a két mutató az együtt álljon. Akkor lesz tökéletes minőségű a cucc. Értem. Na még azt megvárjuk. Jó. Nagyon jó. A szenet meg kivesszük belőle, mert most nem kell, ugye? Akkor csinálok magamnál helyet. Hogy van helyed, akkor rakd össze te. Van helyem, de hát hogy akkor nem össze, mert nem nincs hely. Hét hely kell. De ebből ja, azért, mert különböző igen, hőfokúak, igen. Aha. Mert egyébként, ha lehűlnek, akkor szekkelhetőek. Nem tudom. Igen, én tudom, mert láttam. Copper Anvil. Irány, igen? Leütjük szépen. Most csapasd oda. Hogy? Ugyanúgy néz ki a menüje. Igen, a menü az ugyanaz. Jó van. Oké. És akkor a fluxot jobb alulra már be is lehet dobni, mi? Úgy. Kész az Envil. Tök jó. Oké. Ennyi lett volna a mai részünk akkor. Megcsináltuk a kis Copper Envilt, és akkor majd jövünk vissza. Sziasztok! Hello.